Az állandóság hiánya minden tapasztalatunk alapja. Tiszteljük, ami abszolút, de kötve vagyunk az átmenetihez. Az élő organizmusok élete röpke pillanat az évmilliók lassú hömpölygésében. De néha az élet vége egyben egy új történet kezdete, amely nyomokat hagy maga után, és ha megtanuljuk, hogyan olvassunk bennük, letűnt korok színes képe rajzolódik ki előttünk, és az ősi világok lakóinak hírvivői elmondhatják történeteiket. Fosszíliák. A kőbe zárt ősmaradványok titka. Az ember hajlamos a világot saját világának léptékeiben látni. Saját létünk szabta határainknál nehezen látunk távolabb. Még tulajdon családunk néhány száz éve is homályos, a modern államok néhány ezer éve pedig már történelem. Ha 10 000 évet lépünk vissza az időben, már is a legelső civilizáció korába jutunk. Mindössze néhány százezer évvel ezelőtt pedig már a mai embert sem találjuk, csak előember őseinket. És nem egészen 7 millió éve egyáltalán nem élt semmilyen emberféle a Földön. Ahhoz, hogy képzeletbeli időgépünkkel az első komplexebb életformák megjelenéséig utazzunk vissza, százszor annyi időt, mint egy 600 millió évnyi távot kell megtennünk. És még mindig nagyon távol lennénk a legősibb ma ismert életformák 3,5 milliárd évvel ezelőtti megjelenésétől. Az ősmaradványok vagy fosszíliák ennek a 3,5 milliárd évnek a történeteit őrzik. Kialakulásuk az élőlény halálával kezdődik. A fosszilizáció folyamatának megértése ez a legfontosabb, hogy lássuk, ez a folyamat elképzelhetetlenül hosszú idő alatt zajlik le. A fosszilizáció egy rendkívül ritka jelenség, mert az élőlények zöme az életük befejezését követően azonnal bomlani kezd. Lágy részeiket a mikroorganizmusok és egyéb dögevő szervezetek azonnal eltüntetik. Leginkább a szilárdvázzal rendelkező nagyszámban elterjedt és rendkívül hosszú ideig fennmaradó fajok egyedei tudnak fosszíliát hagyni maguk után. Vegyük például ezt a kis háromkaréjú ősrákot, amely valamely okból kifolyólag elért élete végéhez. Az oxigén és baktérium szegény tengerfenékre süllyedve bomlásnak indul, és lágyabb részei, mint például belső szervei szerte foszlanak, csápjai és lábai ízeire hullanak és elsodródnak. De a keményebb kitimbázat betemeti az iszap, amely a soron következő évmilliók során újabb és újabb rétegekben rakódik rá, míg az így létrejött zárvány mélyen a talajba ágyazódik. Maradványainak apró üregei ásványokban gazdag talajvízzel töltődnek meg, amelyből lassan az ásványok kiválnak és kitöltik az üregeket. Ez alatt az elképzelhetetlenül hosszú idő alatt a tenger is sokszor kiszáradhat, amelyben egyszer élt, a kontinens, amelynek kőzetébe épült, pedig kilométerek ezreit teheti meg, a Föld felszínén mozogva. A kőzetlemezek feldarabolódhatnak, meggyűrődhetnek, kiemelkedhetnek és lesüllyedhetnek. Így már érthető, miért találhatunk trópusi és óceáni fajokat a mecsek kőzetében, vagy paleozoikumi puhatestűeket a Mount Everest lejtőin. A fosszilizálódás többféleképpen is végbe mehet. Az ősmaradványok között pedig a lábnyomoktól a megkövesedett ürülékig a legkülönfélébb dolgokat találhatjuk, közöttük a különösen szép, az egykori fák megkövesedett gyantájában fennmaradt borostyán zárványokat. A legnagyobb számban pedig az úgynevezett mikrofosszíliák, azaz mikroszkópikus lények kövületei maradnak fenn. Ahogy végig tekintünk a zord sziklákon,
Borzongással tölt el minket a tudat, hogy sok százmillió év alatt felgyülemlett állati és növényi maradványok alkotják a fölénk tornyosuló hegyet és a lábunk alatti talajt is szédítő mélységekig, amelynek folytonosságát csak a föld gyomrából időként feltörő izzó magma töri meg helyenként. A hegyek testét aztán időtlen időkön át korbácsolja a szél és az eső, a patakok pedig mélyebb helyeket vágnak a kőzetbe. Vagy az erózió által, vagy az emberi bányászat következtében aztán a földgyomrában rejlő őskori kincs egy szerencsés gyűjtő markában találja magát. A kemény sziklából azonban nehéz verítékes munka felszabadítani a fosszíliát, amely a legritkább esetekben szép és hiánytalan, a legtöbbször csak töredékek és részletek bújnak meg a kő szövedékében. Mégis az aprólékos munka meghozza gyümölcsét, így szemünk elé tárul a rég elfeledett múlt csodás öröksége, hogy földtörténeti léptékben egy röpke pillanatig gyönyörködhessünk. Egykor élt távoli rokonaink kővé dermedt maradványaiban.